Benned is felvetődött már a kérdés, és sok fejhallgató láttam, hogy fogalmat sincs egyes típusok fajtái közül, melyik, ami leginkább kedvez neked. Ránéztél már az internet bugyraiban a sok ezer kínálatra, és vakartad a fejed, hogy most akkor mi is a különbség egy 2000 forintos és egy 60 000 forintos felhallgató között? Ezekre a kérdésekre igyekszem neked válaszokat adni az Azus Magyarország termékeinek segítségével. Úgyhogy, ha kíváncsi vagy, milyen típusok, fajták, formák és méretek vannak, akkor tarts velem, illetve már most megkérnélek arra, hogy ha jó fej vagy és támogat, ha különböző szeretnél, készítették egy feliratkozást és egy lájkot. különböző rengeteget számít. Na kezdjük az elején. A legáltalánosabb keresési forma, ha az ember bemegy egy boltba, természetesen nem hátrány, ha informatikai eszközökkel foglalkozik, és nem mondjuk a sarkipésségépensége, épensége, na de mindegy. Szóval bemegy a boltba, vagy elkezdi az internetet túrni napokig egyes fejhallgatók után. A szerencséje van, tudja, mit keres, mert mondjuk látta a tévébe, vagy a kedvenc youtubere fején, esetleg a sarki busz megállóban iskolába menet. De még akkor sem biztos, hogy azt fogja megvenni, amit épp látott, mert mondjuk, amint belép a szemé, sokkal csisásabb, nagyobb számára simpatikus, terméket lát meg. Oda megy a sráchoz, vagy éppenséggel hölgyel adóhoz, amit mondjuk én ritkán látok a boltokban, de ne legyünk izék, tételezzük fel, hogy a hölgyek is árusítanak, mert a kivétel erősíti a szabályt, tudjuk. Jobb esetben elkéri és megveszi, majd hazaviszi és használja. Használat közben rájön, hogy huzamosabb ideig a fején tárolt fejhallgató elkezdi nyomni a fülét, nem szól jól, a kábele beleakad mindenbe, és amúgy ő nem is ilyet akart, sőt, még a színeset neki, ha jobban megnézi. Na ezt elkerülvén összeszedtem nektek pár nagyon fontos információ amivel ezeket javarészt át tudjátok hidalni, és majd, ha nem beszélek nagyon gyorsan, talán meg is értitek, és ráadásként még olyan fejhallgatót is vesztek, amit szerettek is majd, és kényelmesen használjátok akár évekig. Mondjuk a stresszes vagy, vagy csak nem bírod, ha vesztesz egy játékban, akkor csak napokig, de az a pár nap örömtel lesz legalább hiddel. Szóval jön a fő kérdés, hogyan válasz magadnak gamer fejhallgatót? A legfontosabb talán, hogy mire is szeretnénk használni. A legérteljettebb felhasználási területek, ahol nagyon fontos, hogy milyen fejhallgatót válasz, az leginkább a gamer piac, esetleg a stúdió, de ha már itt tartunk, ide sorolnám a DJ piacot is. A videó leginkább, sőt, mondhatni teljesen a gamer világról fog szólni, úgyhogy ha hezitálsz és nem tudod eldönteni, hogy milyen gamer fejhallgató számodra legidálisabb, akkor jól is ki a füled, igyekszem neked összefoglalni a legfontosabb tényezőket a teljes nélkül kezdjük hát. Nagyon fontos az ártényező, de a hangminőség sem elhanyagolható, sőt, ha már fejhallgatókról beszélünk, igenis fontos. Választási pont lehet még a forma, a hangerő, az ajcsökkentés, a kényelem, a súly, a hordozhatóság, a füles illeszkedése és a kábelhoz, már ha egyáltalán van kábele. Általában felhallgatót kereső vásárlók belövik a termék árát először. Viszont ha már belőtted a termék árát, tulajdonképpen a legtöbb esetben a termék ára egyenesen arányos a termék teljesítményével, legalábbis jobb esetben nyilván itt is vannak túlárazott Kütyük, de nagyjából stimmel a különbség. Vannak jól ismert, hagyományos márkák, kevésbé ismert nevű specialisták termékei esetében sokszor találkozhatunk különleges műszaki tartalommal, és ebből következő nagyszerű képességekkel, lenyűgöző hangzással, de lássuk be, nem ez a jellemző. Vannak vezető vagy híresebb márkák, mint például az Asus, hiszen aki gamer, annak az Asus név egy opció lehet garancia minőségre. Egy fejhallgató fejrészének mérete szintén fontos szempont lehet, főleg akkor, ha szeretjük a basszust. Általában minél nagyobb a fejrész, annál nagyobb a beépített hangszóró mérete, ami gyakorlatilag jobban képes reprodukálni az alacsony frekvencia tartományokat, vagyis azokat a területeket, amelyek a basszusért felelnek. Szóval, hogy értsd, első körben próbálj meg olyan füleseket választani, melyek a te fej és fülformádra lett kitalálva. Vedd a fáradtságot, és próbálj fel különböző fajtákat, ezzel megbizonyosodva a neked legjobb formátumról. Nekem elég nagy fülem van, ezért én olyan fejhallgatókat preferálom leginkább, amelyek fülrésze picit talán nagyobb az átlagnál, és körül a fül a fülem, ezáltal jobban is hallom a hangokat, mint ha csak rátettem volna a fülemre. Ha már itt tartunk, akkor beszéljünk a fülhallgató fül részéről. A fülre illeszkedő fejhallgató a fülkagylóra fekszik fel, nem fedi el teljesen a fület. Általában könnyebb és jobban hordozható, mint a fület teljesen befedő fejhallgató. A fület teljesen befedő fejhallgatók általában nagyobbak, a többi kategóriában találhatóknál, mivel a fülpárna a fülköré illeszkedik és nem támaszkodik a fülre. A fül és a hangszóró közti távolságból adódóan ez a kategória nyújtja a legelterjedtebb hangminőséget. A legmagasabb hangminőségre ezek a konstrukciók képesek, itt a legjobb az élmény, viszont, ahogy ezt már említettem, nagyobb élmény, hát egyelő nagyobb bár. Szóval meg kell azt a pontot, ahol azt mondod, hogy ezért az árért számodra megfelelő minőséget kapsz. Általában ezt az árat, ha számszerűsíteni akarjuk, olyan 20-30 forint közé tehetjük, már vannak meglepetések és titkos olsó gamer felhallgatók, melyek ára ez alatt van nyilván, de nem ez a jellemző. A másik nagyon fontos dolog, ami a témához kapcsolódik, az a kényelem. Nagyon fontos, hogy rövid ideig viselve minden felhallgató kényelmesnek tűnik, azonban hosszabb idő után már elkezdhetjük érezni, mi nem stimmel vele kapcsolatban. Legalább 20 percig fenntartva egy felhallgatót már képesek vagyunk reálisan eldönteni, hogy az mennyire passzol a fejünkre, vagy hát mennyire nem. Amikor zárt fejhallgatót választunk, tartsuk szem előtt azt az általános apróságot is, hogy minél nagyobb a hangszóró fej, annál jobb. Nyilván nincs a boltban idő arra, hogy 20 percig a fejeden tarts egy fejhallgatót, tudom, de azért legalább próbált fel, az első benyomás nagyon fontos, hidd el. Azoknál a füreseknél, melyek feje a fülünkön ül, ott általában a kisebb a jobb. Persze ezek az állítások nem minden esetben állják meg a helyüket, a kényelem, a fül és a fejforma, illetve a konstrukció függvénye, emellett a párnázás vagy a bőrborítás is képes csökkenteni a nyomás érzetét. Fent elmondottaknak, kritériumoknak a súly is fontos alkotó eleme. Általánosságban szintén igaz, hogy a legtöbb esetben a könnyű fejhallgató kényelmesebbek, mint a súlyosabb társai. Én személy szerint olyan fejeseket választok, amelyeket sok használat után nem érzek nehéznek, sőt, nem csak hogy nehéznek, szeretem, ha mintha rajtam sem lenne érzésem lenne. Igazából ez is megszokás kérdése, meg tudod szokni a nehezebb fejhallgatókat is idővel, viszont a kezdetekben egy könnyebbről váltani egy nehezebbre, elég látványos lesz számodra, és hát néha zavarni is fog. Most már tudjuk a különböző fül fejformákat megkülönböztetni. Meg kellene vizsgálni, hol is akarod használni a kiszemelt fejhallgatót. Itt jön a képbe, hogy vezetékes, vagy vezeték nélküli itt válaszza. Igyekeztem nektek összefoglalni tömören az előnyök és hátrányokat, lássuk akkor. A vezetékes fejhallgató előnye, hogy a vezeték nélküli füleshez képest többnyire kedvezőbb áron nyújt jobb hangot, illetve bármilyen eszközzel kompatibilis, amelyen található három és feles analóg sztereó jack -kimenet, a laptoptól a televíziónát egészen a zsebméretű zenelejátszóig. A drágább modellek realisztikus, életű hangélményt produkálnak, sokszor akár 5-10 szeresen drágább, hangfal alapú hifi rendszerekkel vetélkedő felbontásra képesek, egy szóval remek minőségben tudják visszaadni a kívánt hangzást. Viszont hátránya, hogy a kábel megsérülhet, összegabajodhat, ide-oda beakadhat, ami a felhasználói kényelmet néha elveszi. Illetve a vezeték megszabja a forráseszköz és a hallható közi távolságot, szemben a vezeték nélküli rendszerek 5-10 méteres hatókörével. A vezeték nélkül előnye a drágább modellekben levő aktív zajszűrés, rendkívüli mértékben képes kioltani a körülöttünk levő zavaró zenei élményt és a környezet, illetve a közérzet rontó alsó frekvenciákat, morajlásokat. Egyfajta szabadságérzetet kapunk azáltal, hogy nem lóg semmi a testünkön, illetve hát a körül sem. A komolyabb modellek közel kifogástalan, órákig zavartalan kényelmet nyújtanak, tehát fogod magad, felállsz, kimész a konyhába, elmész a WC-re, aztán visszaülsz anélkül, hogy bármit is levettél volna a fejet. Edről. Hátránya viszont a vezeték nélküli technológia többnyire akár 10-20-30 ezer forintos felárat is jelenthet. A vezetékes megoldásokhoz képest több esetben valamivel gyengébb a hangminőség, így nem árt, ha a vezeték nélküli felhallgatókból törekszünk az ismertebb, nagyobb, hát sajnos sok esetben drágább megoldások felé hajlani. Utolsó fontos kritériumunk az anyaghasználat. Nézz utána az anyaghasználatnak. Nagyon fontos. Sokan abban a hibába esnek, hogy megveszik a szinte legolcsóbb felhallgatókat, és nem veszik észre, hogy két havonta cserélik őket aztán két-három nap után, vagy akár hónap után annyi pénzt elköltött már, hogy vehetett volna egy igaz drágábbat, de tartósabbat is, akár ha picit még gyűjt. Nyilván a szükség nagy úr, ezt megértem természetesen, Igyekezz olyan felhallgatót választani, aminek utána néztél, rengeteg felhallgatónak például típus is vannak. Erre figyelj oda. Sok felhallgató megy tönkre a fűrész csatlakozásánál, felül a fejpánt részénél, és természetesen a kábel, ami rendre problémát szokott okozni, átmész rajta, megtörik, elszakad, rengeteg a rongálódási lehetőség. Miért fel, hol szeretnéd használni? és milyennek a körülmények, majd dönts. Végezetül pár hasznos információ bemutatott termékekről. A videó elején mutatott és sokatok által biztosan ismert Asus Centurion 7.1-hez mutattam, de nem említettem, hogy hozzá tartozik egy iszonyat durva külső vezérlő, mely nem csak hogy baromi jól néz ki, de valóban hasznos dolog. Minden a felhallgatóval kapcsolatos beállítást egy pillanat alatt tudsz elérni, a hangzása kivételes és valóban tökéletes hangzás biztosít. A felhallgatók mikrofonja szinte kivétel nélkül manuálisan állítható, vagy éppenséggel kihajtható, ez is egy mérlegelési szempont lehet zajszűrés szempontjából is, meg abból a szempontból is, hogy valami a rögzítette, valami a kiajtható, vagy egyszerűen csak leszereltő mikrofonnal rendelkezik. A bemutatott termékek között van csak jackes, meg olyan is, aminek van jack és USB kábele is, van csak usb és illetve ami érdekesség, hogy a Delta -e USB Type-C kábellel érkezik, ezzel is nyitva a mobil gaming irányába, ami át mostanság kiemelt figyelmet is kap a médiában. Remélem, hogy sokatoknak segítettem összefoglalni az Asus jó azokat a szempontokat, amikre mindenképpen érdemes odafigyelni, valamint remélem, ezek után már sokkal tudatosabban fogtok megfigyelni egy-egy terméket.